Idén február 16-án rendezték meg Tatán, Szabó Kornél főszervezésében az idei felnőtt kiokosi Nakdan karate magyar bajnokságot. A versenyre szinte az összes meghatározó hazai Nakdan szervezet elküldte versenyzőit, így közel 100 nevezés érkezett formagyakorlat és a súlycsoportos női és férfi küzdelmi versenyszámokban. A viadal kiemelt díszvendége volt Sián Furkó Kálmán, 8. danos mester, a kiokosin hazai megalapítója. A megnyitó ünnepségen köszöntötték a versenyzőket, a megjelent bírókat, sportvezetőket és támogatókat, valamint elismerések és külön díjak átadására is sor került. Majd megkezdődtek a selejtezők, az elődöntők és a döntők. A látványos serlegeket és külön díjakat a legeredményesebb versenyzők vihették haza. De először is jöjjön a főszervező. Sikeresnek értékelhetem szervezői szempontból, pláne hiszen azért nem az első versenyt rendezzük, de magyar bajnokságot, felnőtt magyar bajnokságot azért először rendeztünk, és szerintem megálltuk a helyünket. Köszönetet szeretném mondani a Magyar Karate Szakszövetségnek, hiszen óriási támogatást adtak. Az összes Magyarországon kiokosin karate szervezetnek, hogy eljöttek, és nem utolsó sorban a rendmeljese tagjainak, szüleinek, hiszen ő nélkülük nem tudtam volna lebonyolítani. Forma gyakorlat kategóriában is kemény küzdelem alakult ki a résztvevők között. A nőknél harmadik lett Balázs Panni Shogun, második Berencsi Tímea, ezüst Csikó Diese, első helyezett Polák Leila Tadashi Ese. A férfiaknál harmadik Ördög Balázs a Tadashiból, ezüstérmes Kránic Mátyás Kamikáze Ese, első helyezett Nagy Gábor Toraha Ese. Mindenkinek gratulálunk! A férfi és női küzdelmek parás csatákat hoztak, a versenyzők között már a selejtezőkben is. A nőknél 5 súlycsoportban több kiváló EB és nemzetközi érmes versenyző került be a legjobb 4 közé. A női 50 kg-os döntőben Kacub Miriam a Bátor KSC-ből győzött a Biborka BHMS-e versenyzője Nagy Nóra ellen. Női 55 kg-ban magyar bajnok Polák Leila Tadashi, második Dezső Kata Fehérvár. Női 60 kg-ban az első helyezett Mező Lili Jakuzák Ese, második Bán Lili a Kastrum eséből, harmadik Erdélyi Lili Ikó Ese. Női 65 kg-ban Seregély Gyöngyi Rakurály az első, Halász Vivian az Ikó eséből ezüstérmes, Szalai Gréta Tadashiból bronzérmes. Női plusz 65 kg-ban a Harcosok Klubja kiválósága Tóth Csenge győzött a döntőben a Fighter Ese versenyzőjét, Herceg Lilát legyőzve. A dobogó harmadik fokára Hogál Eszter léphetett a Tadashiból. A nemzetközi szabályoknak megfelelően a férfiak is 5 súlycsoportban mérték össze tudásukat a bajnoki címekért és trófeákért. Többszörös Európa-bajnoki és többszörös nemzetközi érmes versenyzőkkel, akik az idei kontinens vetélkedőre készülnek. A férfi 65 kg-ban Karcup Zalán az első, a Bátor KSC-ből legyőzve a döntőben Magyar Zoltánt a KKE Spartakuszból, harmadik Karcup Donát. 75 kg-ban Fekete Farkas Mor Viktória az aranyérmes, Rétvalvi Tamás Kisvárdáról a második, Szőnyi Andor Alex és Lucki Zsolt a harmadik. 85 kg-ban Popovics Tamás az első Viktoriból, Ferenci Csongor az ezüstérmes az S-Mafcból. Pallag Norbert és Kovács Ádám bronzérmes. 95 kg-ban a Bátor KSC kitűnősége Magyar Levente a magyar bajnok, Georgiáde Zoltán a Vakasisból a második, Kotul Zoltán az OKKS KSC-ből a harmadik. Abszolút kategóriában plusz 95 kg-ban a Derecske Budó képviseletében Dávid Máté az első, a Yamato SC-ből Gulyás Gyula Dávid a második, Lantos Lehel a Vakásiből, illetve Dávid András Derecskéről a dobogó harmadik fokára állhatott föl. Összességében elmondható, hogy lüktető uramú, rendkívül jó mérkőzéseket láttunk, ez volt tehát a Nakdan magyar bajnokság.